A te nézitek, és a D-Link legolcsóbb ac s fogjuk kicsomagolni, a D-Link Go, Go RTAC 750-es modellt, amely egy viszonylag olcsóbb 10.000 forint alatti router, amely már akár 750 megabit per szekundumos vezeték nélküli adatátviteli sebességet is tud biztosítani. A router dobozának hátoldán némi infót találunk, itt van például, hogy a ABGN, illetve az AC hálózatokat kezeli. 2,4 és 5 GHz van képes kommunikálni, rendelkezik VPS funkciókkal, tehát mindenképpen egy egészen használható, igazából mondhatni belépő szintű AC routert kapunk így a D-link-től. Ha a dobozt, és tojás tálcán helyezkedik el minden lényegesebb dolog, kapunk egy wifi beállító kártyát, amin az alapjelszó is minden rajta van. Van egy leírásunk, egy egész kis füzetecske itt ebben a mappában, amit így kapunk a Délintől. Itt van maga a router, de előbb nézzük meg mi van még itt. Van egy hálózati adapter, amely mindösszesen 190 ma milliampere, milliamperes, illetve egy kék színű Ethernet kábel még a része a csomagnak. Itt van maga a router, ami fehér színű. Egészen kisméretű itt a felső részén egy LED sor, amely jelzi a bekapcsolt állapotot, illetve a különböző kapcsolódásokat. Van itt is rajta egy matrica a két hálózat nevével, illetve a hozzátartozó tartozó jelszóval. Elől csak némi hűtőnyílásunk van. Oldalra került a. VPS gomb, ugye az egyszerű nélkül csatlakozásért. Itt van a két antenna, amely beépített, tehát ez nem cserélhető, viszont lehetőség van egyrészt 90 fokban meghajlítani, másrészt forgatni, ahogy ö, látom, szintén ö, illetve pontosabban itt már 180 fokban, így van. Ha megnézzük hátulról, egyrészt láthatunk, itt van egy reset gombunk, a két antenna között pedig elhelyezkedik egy csatlakozó a töltőhöz, illetve a táphoz, illetve 5 erén 45 os portunk van, az egyik érkezik, mint LAN, illetve van csatlakozó, tehát ide kapcsoljuk be a szolgáltatótól kapott UTP kábelt, illetve, hogyha vezetékesen szeretnénk hozzá kötni a router, aztán megosztani internetet, akkor ezen a 4 erén 45 keresztül van lehetőségünk ehhez. Az olyan négy darab gumilábunk van, és nagyjából ennyi, ahogy látom, felszerelni sem lehet ezt a falra, például nincs hely, így ez csak ebben a formában asztalra letéve lehet használni. Ez volt tehát a D-Link Go RTAC 750-es wireless AC router kicsomogoló videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!